A koronavírus járvány miatt idő előtt véget érő bajnoki idény, majd a rövid pihenő után megkezdte felkészülését a Törökszentmiklósi FC felnőtt csapata a 2020-2021-es szezonra. Az előző idény ugye sajnálatosok miatt hamarabb befejeződött, mint ahogy ugye tervbe volt véve, és hát most úgy készülünk, hogy reméljük, hogy nem lesz ilyen gond, és végig tud menni a bajnokság. Elkezdtük a múlt héten szerdán a felkészülést, és hál' Istennek azért mai edzésen is voltunk bőven, úgyhogy lehet dolgozgatni. Mi az, ami változott az elmúlt idényhez képest, akár a csapatot illetően, és mi az, ami állandó? Hát változás ugye a játékos keretben történt, mert három játékos is elment, vagy abba hagyta, tehát ők azért hiányoznak, de már vannak ugye érkezők is, és ugye bízunk abban, hogy megfelelően tudjuk pótolni a változásról ennyit. Hát az állandó az, hogy dolgozunk, igyekszünk mindig fejlődni, mindig egy kicsit többek lenni. Ez az, ami állandó, mert ez mindig kell. Milyen célkitűzésekkel vágtatok neki ennek a felkészülési időszaknak? Hát a felkészülési időszaknak ugye az az elsődleges célja, hogy ugye rajtra rendben legyünk, teljes mértékben, minden erőben, mind minden szinten, ugye ahogy említettem, voltak játékosok, akiket is voltak, akik távoztak, és vannak újak, és ugye ki kell dolgoznunk még, hogy mi lesz az a megfelelő szerkezet, amiben a legjobb a csapat. A célkitűzésünk ez a felkészülésre, hogy ugye rajtra kész legyünk minden téren. És mi a helyzet a bajnoksággal? Nyilván el is érdemes egy pár gondolatot ejteni, ugye mindig közel vagyunk a tabella első fokához. Hát ugye most igen, nekem ez a harmadik szezon, ugye hát most ha az előző szezont is úgy veszük, hogy a második helyen fejeztük be, mert ugye ott voltunk, mikor lefújták a bajnokságot, előző évben is a másodikok voltunk, és hát mi más célja lehet az embernek két második hely után, hiszen az előbb is mondtam, hogy mindig jobbak akarunk lenni, hogy nyilvánvaló szeretnénk már ugye az első helyen végezni, ezért dolgozunk minden egyes nap, mind a vezetők, mindén, hogy tudom, hogy 33 éve volt Törökszentmiklós legutóbb bajnok, hogy most ez évben, ebbe a bajnokságban mi végezzünk az élen. Akik követik a helyi futballt, talán most először hallhatták idény kezdet előtt, így nyíltan kimondva, hogy a bajnokság megnyerése a cél. Valljuk be, három évtized után már tényleg időszerű lenne egy bajnoki elsőség.